Bő 350 év múlva a körgyűrű is lesz Szatmárnémetiben. Hangzott el a közelmúltban egy sajtóértekezleten Kereskényi Gábor a megjegyzésében. Üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a stúdióban a parlamenti képviselőinket, Kereskényi Gábort és Erdei D. Istvánt, akikkel ma a költségvetésről fogunk elbeszélgetni. Mire is elég ez, és mire nem? Ez a költségvetés mindig annyira elég, mint amennyire azok, akik előterjesztették és megtervezték, elképzelték, hogy mit fognak ebből csinálni. Természetesen olyan költségvetés nincsen, nem született meg még, mióta költségvetést készítenek a politikusok, hogy mindenki legyen, meg legyen vele elégedve. Az idei költségvetés az nagyjából annyi, mint a tavalyi, ezt így egyszerűsítve lebontva, alig érezhető rajta növekedés. Talán azt majd a műsor folyamán el fogjuk mondani, hogy bizonyos költségvetés kiegészítéseknek a leosztási módja, ami az önkormányzatok működéséhez szükséges, az változik némi neműleg. Az eddigi megszokottól eltérően egy új rendszert fognak bevezetni. Jó ez, vagy nem túl jó, hogy annyi, mint a tavaly? Tehát ez éppen úgy van, mint egy családnak a háztartása, annyit költet egy ország, amennyit megtermel. Jó az, hogy nem költekezünk túl, tehát próbáljuk megtartani azt a költségvetési hiányt, amit vállaltunk a nemzetközi porondon, azaz a Maastrichti szerződés értelmében és a nemzetközi valutalapból kötött egyesség értelmében, hogy az 1,4%-os költségvetési hiányt megpróbálja tartani ez az ország. Természetesen tudomásul kell vegyük, hogy többet nem tud termelni ez az ország, mert jobb lenne kétszer annyit elkölteni, de akkor beleesnünk egy olyan hibába, hogy óriási költségvetési hiány miatt megbénulna az ország gazdasága. Nehéz azt mondani egy költségvetés, hogy jó vagy rossz. Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük ezeket. Hogyha az ország a 2015-ös évben működni fog az ország gazdasága, és főleg az a része az országnak, amelyik a költségvetési pénzeket költi el és használja fel, jól fog működni, akkor azt jelenti, hogy jó költségvetést sikerült elfogadni. Ha hiányosságok lesznek, akkor azt jelenti, hogy a költségvetés nem jó. Itt akkor fölmerül a kérdés, ugye, hogy az RMDSZ mégis miért szavazta meg, ha nem jó. Tudni kell azt, hogy vannak a költségvetésnek olyan költségvetési törvénynek, most már beszélhetünk törvényről, hiszen törvényé vált, vannak olyan pontjai, ami miatt az RMDSZ képviselőház és a szenátusi frakció úgy döntött, hogy igenis szavazzuk meg ezt a költségvetést, ez meg is történt. Tudjuk, hogy aztán politikai okok miatt a liberális, Nemzeti Liberális Párt megóvta az Alkotmánybíróságon, alkotmányossági kifogást emelt. Ez az alkotmányossági kifogás én szerintem csak a publicitásnak szólt, hiszen találhattak volna olyan alkotmányossági kifogásokat, amelyeket ténylegesen meg kellett volna fontolni, hogy igenis alkotmányos vagy nem, de nem, ők bizonyos felületes célokat tűztek ki maguk elé, és természetesen az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a költségvetési törvénytervezet alkotmányos. Így ki lett hirdetve, és január 1-től életbe lépett ez a törvény. Melyek voltak azok a főbb pontok, amelyeket az RMDSZ megvétózott ebből a költségvetésből? Hát mi nem vétóztuk meg, hanem különféle módosító indítványokat tettünk le az RMDSZ közös frakciói. Mindenféleképpen arra törekedtünk, mint minden évben, hogy ne használjuk fel a költségvetési vitát arra, hogy az ülést elhúzzuk, illetve hogy ahogy az ellenzéknek szokás, több tízezer módosító indítványt tegyünk le, hanem körülbelül 100, ha jól mondom, módosító indítványt fogalmaztunk meg, amiből volt egy jó pár, amit a mi szatmári RMDSZ-es képviselők, illetve az RMDSZ-es szenátorral közösen fogalmaztunk meg. Ezek a következő fontos pontokra bonthatók. Az egyik az Erdélyi autópálya, amit az egész
frakció támogatott, és az egész frakció többek között mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Észak-Erdély autópálya ügye valamerre elmozduljon. Sajnos úgy néz ki, hogy nem lesz előrelépés 2015-ben, amire van egy minimális remény, hogy befejezik a Borsberettyó-Széplak szakaszt, ami pedig kizárólag Szatmár megyét érinti. A gyorsforgalmi út, a Nyíregyháza Szatmár-Németi Nagybánya gyorsforgalmi útra javasoltunk 10 millió lejt a költségvetésbe. Szerettük volna, hogyha a sokat hangoztatott körgyűrű megépítése, beruházás elkezdődik. Itt a kormány 2 millió lejt irányzott elő. A mi javaslatunk 202 millió lejre vonatkozott. Azt gondolom, hogy ha komolyan gondoljuk ezt a körgyűrűt, márpedig az elmúlt két évben akár pont a miniszterelnöktől kezdve Ovidius Szilágyig, mikor miniszter volt, számos választási kampányban mindig témaként, kampánytémaként előkerült körgyűrű méltatlan elbánásban részesült ismét, mert ez a 2 millió lej, ami most elő van irányozva, nem elég a műszaki terv befejezésére sem, márpedig, hogyha ténylegesen előrelépést szeretnénk, akkor azt kellett volna, hogy az idei évben legalább annyi pénzt adjanak erre a beruházásra, ami a műszaki tervekre és a kisajátításokra elegendő lett volna. És akkor még nem tartunk ott, hogy akár egy kapavágás történjen konkrétan a beruházásból. Illetve nagyon fontosnak tartanánk a harmadik híd megépítését, ez amelyik a Strandulói utcán, a Strand utcától 17-es mikróig menne. Ide 93 millió lejt javasoltunk, és végül, de nem utolsó sorban egy fontos javaslat volt a sportcsarnok ügye is, hiszen Szatmár-Németi szinte az egyetlen megyeszékhely, ahol nincs. Gyulafehérvárral együtt, Romániában, ahol nincs egy normális sportcsarnok, ahol megfelelő képpen tudnának sporttevékenységet folytatni a különféle első osztályú csapatsportok képviselői, és volt még pár javaslat olyan iskolák, óvodák építésének befejezésére, melyek akár már 3-4 éve is stagnálnak. Ezek voltak a mi főbb módosító indítványaink, sajnos nem kapták meg a megfelelő támogatást a kormánytöbbség részéről, hogy ezek átmenjenek, de nagyon fontosnak tartottuk, és Erdei D. István képviselő kollégámmal együtt fent is tartottuk a plénumba ezeket a javaslatokat, hogy hallassuk a Szatmár megyeiek hangját, akkor is, hogyha valószínűsíthető volt, hogy ezeknek az elfogadására csekélyebb esély van, de pont azért, amint mondtam, hogy rengetegszer fordult meg például a körgyűrű, mint kampány téma, hát bíztunk abban, hogy ezek az ígéretek hát talán minimálisan komolyra váltak, sajnos nem így történt. Innen jött a számításnak az az eredménye, hogy így van, pontosan közel 400 év. 395 év, ha úgy számoljuk, hogy innentől kezdve, tehát 2015-től kezdve az elkövetkező években ugyanezt a támogatást kapja meg a kormánytól, tehát ezt a 2 millió lejt, akkor ez a beruházás 395 év alatt fog elkészülni. Na most nyilvánvalóan, hát ez egy... Az infláció bele volt számolva? Nem volt bele számolva az infláció, és én azt szeretném, és beszéltük a kollégákkal is, meg Pataki Csaba elnök úrral is, hogy nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy összehívjuk a román kollégákat is, hogy üljünk le egy kicsit, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni közösen azért, hogy ezek a beruházások tényleg elmozduljanak A pontból a B pontba, mert így csak stagnálnak, és ez a 2 millió lej egy ekkora beruházásra egy nevetséges összeg, és az bizonyítja, hogy az ígéretek üres léggömbök voltak, és ismételten nem történik semmi előrelépés ebben az ügyben. Az említett beruházások közül valamelyik kapott még valami finanszírozást, vagy csak kizárólag a körgyűrű? Nem, tehát ha csak most beszéljük akkor Szatmár megyéről. Tehát Szatmár megyében a beruházások nagyon gyengén állnak, nagyon csehül állnak, mondjam ezt a szót, megbocsátanak érte azok, akiknek bántja a fülét.
Ha azt veszük, ugye mi javasoltuk, hogy ennek a körgyűrűnek a megfinanszírozásához tegyünk még legalább 200 millió lejt, hogy legyen 202 millió lej, erre az évre ezt nem sikerült elérni. Az, ami biztosan megvan, tehát nem mondhatjuk, benne van a költségvetés, benne van a minisztérium a szaktárcának a költségvetésében, ennek a körgyűrűnek a megfinanszírozása 2 millió lejjel, ami egy nevetséges összeg, tehát éppenséggel úgymond ki lehet menni a sajtóba, és azt mondani, hogy megvan nyitva a FISA de investíció, tehát a beruházás meg van indítva, el van indítva, csak várjatok 395 évet, vagy amit kiszámolt a kolléga. Ami én személy szerint örülök, és azt hiszem minden szakmári örül, hogy tovább finanszírozzák az igazságügyi palotának a felújítását, hiszen egy gyönyörű impozáns épület, amivel csak a szakmáriak csak büszkélkedni tudnak. Ezt úgy néz ki, hogy ami pénzt föl tudnak használni, az 1,8 millió lejt az év folyamán ezt folyósítani fogják. Ugyanakkor egy 1,6 millió lejt fog kapni a prefektusi hivatal, hogy annak az épület torzónak, ami a Kossuth utca, a volt Kossuth utca elején van, szembe a rendőrséggel, vagy oldalt a rendőrséggel, hogy azt valamit kezdjenek vele, és építsenek ott ki egy prefektusi hivatal. Persze messze nem elég az 1,6 millió, de lenne benne egy lendület. Igaz, hogy a tavaly is benne volt ez a költségvetésben, ugyancsak 1,6-1,7 millió lejjel, de nem folyósították a pénzt, tehát ez még azért nem biztos, ezt majd csak december 31-én tudjuk elmondani, ha látjuk, hogy valamit építettek. Igen. Igen. Két számot, amit mondok, hogy a tavalyi év szintjén van, az a különböző megyei szinten decentralizált intézményeknek a finanszírozásait, értem alatt a gyermekvédelmet, a fogyatékkal élők és egyéb különböző céloknak a megcélzására 41 millió lejt kapott a megye, azon a szinten, mint a tavaly, tehát ebből meg fog tudni élni, és ugyan ezen tevékenységeknek a különböző önkormányzati szinteken decentralizált intézményeknek a finanszírozására 236 millió lejt, ami szintén a tavaly évnek a szintjén van. És de nehogy, a tavalyi év vége felé nehogy, is probléma volt. Igen, probléma volt, és éppen ezért itt akartam folytatni, hogy nagy az a vád érjen bennünket, hogy mi csak Szatmár megyében tevékenykedtünk. Ugyancsak a frakció nevében tettünk be módosító indítványt, például annak érdekében, hogy megemeljük 10%-kal azt az összeget, amely szükséges ahhoz, hogy a fogyatékkal élő személyek mellé rendelt gondozó személyasszisztenseknek a fizetése, hiszen 90%-ra van lefedve. Tudjuk, hogy ez minden évben botrányt okoz, mert az is igaz, hogy decemberig kifizetik, de nem mindegy az, hogy azt a kis pénzt, ami nem egy nagy összeg, egy ilyen amúgy is egy problémás helyzetben levő család megkapja szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, vagy visszamenőleg decemberben megkapja 2-3 hónapra. Most ezt sem fogadták el, annak ellenére, hogy mindenki meg van győződve, hogy ebből megint szociális társadalmi feszültségek fognak keletkezni, úgy szeptember tájékán, mert ugye el fog harapózni a hír, hogy ugye megint nincs pénz, megint nem kapjuk a pénzt. Valószínűleg, hogy meg fogják oldani, de nem mindegy, hogy mikor. Ugyanakkor, ha csak kimegyünk a megye útjaira, látjuk, hogy milyen helyzetben vannak a megye és a községi utak. Ezekre szánt pénzösszeg országos szinten 400 millióval kevesebb volt, mint 2015-ben. Itt egy módosító indítványnal éltünk, hogy legalább az idei szintre, tehát 400 millióval emeljék meg ezt az összeget országos szintre, és természetesen arányosan kapott volna Szatmár megye is. Sajnos nem tudott a pénzügyminiszter teljes messzélességgel támogatni bennünket, de kiegyeztünk 200 millióval, tehát mondjuk ez is több, mint a semmi, de minden esetre a 2014-es évet nem éri el ez a szint. Úgyhogy ilyen körülmények között próbáltuk meg hát természetesen jobbá tenni a költségvetést. Az is igaz, hogy aki tudja, hogy
miből áll egy költségvetés, az tudja, hogyha valahonnan kiveszünk egy bizonyos összeget, azt máshonnan illetve ha valahol teszek, máshonnan el kell venni. Nos, igyekeztünk megtalálni, hiszen vannak szakértőink is, és jó magunk is értünk eléggé hozzá, megtalálni olyan forrásokat, amelyekből lehetett volna pénzeket átirányítani. Ez kisebb összegeknél meg is történt, gondolok itt arra a tartalékra, amit a kormány, amely fölött a kormány rendelkezik, ugyanis megbomlik annak az az elv, hogy az országos költségvetés ne kormányhatározatokkal költsük el, hanem legyen egy előre megtervezett költségvetési törvény. Tehát foglaljuk bele most, hogy mit akarunk a 2015-ös évben. Még sajnos, még ez sem garancia arra, hogy az úgy is fog megvalósulni, de 50%-ban, hiszen ha benne van, akkor már bízhatunk abban, hogy ezt ki is fogják fizetni. Visszatérve a körgyűrűre, én kicsit cinikusan azt mondtam, hogy gyakorlatilag az a híd, amelyikről Kereskény Gábor barátom beszélt, az nem a harmadik híd lesz most már Szatmárnépetiben, hiszen 2012 helyhatósági választásán ígértek nekünk egy hidat, aztán majd ősszel a parlamenti választásokon még egy hidat ígértek Körgyűrűvel együtt, aztán jött az Európa Parlamenti Választás, még egy hidat Körgyűrűvel, hiszen amikor itt volt a miniszterelnök úr, és azt mondotta, hogy 10 napon belül meghirdetik a licitet ennek a Körgyűrűnek a felépítésére. Tehát akkor, ha jól számolom, akkor ez már a 7. vagy a 8. híd kellene legyen, amivel aztán igazán meg is elégethetnek. De félő, hogy mire pénzt kapunk rá, addig jó, hogyha két híd marad Szatmárnépetiben, mert az egyik össze fog dőlni. És van egy rossz hír is, ugye úgy néz ki, hogy a Goleszkó hídat sürgősen fel kell újítani, hiszen ha jól emlékszem, 89-ben adták át, és 89 óta azért már eltelt pontosan 25 év, tehát 25 év után ráfér egy alapos, nem csak egy felületi kezelés, hogy az aszfaltot kisimítom, hanem meg kell nézni a struktúráját is. És ez azzal fog járni valószínűleg, hogy le kell zárni, ha nem is teljes szélességében, és ha nem is teljes időszakra, de időszakonként is valószínűleg, hogy sávonként le fogják zárni. És nem is valószínű, hogy erre a forgalomra lett tervezve. Így van, hát ez nyilvánvaló. Tehát akkor ott vagyunk, hogy ígéret van, nem, hát összedőlni nem dől össze, de nem szabad hagyni ezeket a dolgokat, hogy elavuljanak, hiszen most mindenki tudja, és ekkörül forog a média is ezt gondolgatja, hogy Nagy Károlyban miért volt ez a nagy áramkimaradás, hát csak azért volt ez a nagy áramkimaradás, mert 25 éve egy méternyi új földkábelt nem fektettek le, tervszerűen, hanem csak ott, ahol éppen mindig javítani kellett, ott megfoldozták, azt a pár métert lefektették, de úgy, hogy különböző pontok között teljes egészében kicseréljék, nem történt meg. Ennek következtében ugye vízesésszerűen, tehát mint ahogy a römi kockák borulnak el, dominó kockák borulnak el, de a dominó effektus következtében állt benne az a nagyon kellemetlen helyzet, hogy majdnem 3 napig áram nélkül volt egy város. De nem akarjuk a hidakkal is így járni, tehát ezért kellene komolyan venni. A következtetés az, hogy nem kizárt, hogy a közeljövőben máshol is megtörténhet. Természetesen. Ami a nagy beruházásokat illeti, volt olyan megye központ, amelyik hasonló beruházásra pénzt kapott volna a jelenlegi költségvetésből? Igen, hát hogyne, mondjuk akkor ezt azt is el, hogy például a Nagykárolyi municipiumot elkerülő körgyűrű megkapja az összes pénzt, a finitán elméletileg be lehet fejezni azt a körgyűrűt abból a pénzből, amit ez a költségvetés kiszabott. Tehát azért mondom, hogy vannak azért számunkra jó pozitív jelzések is ennek a költségvetésnek a tárgyalásokkor találtunk olyan dolgot is, ami miatt úgy döntöttünk, hogy úgy általában azért megszavazzuk. Más megyében? Más megyében is természetesen. Most itt nem akarom én felsorolni, hogy hol, de hát ezek a legfontosabb dolgok. Ugye Romániának egy nagy problémája az infrastruktúra, akár a száraz, akár a közúti, akár a vasúti infrastruktúra. Lehetőségünk lenne például, hogy Halmi egészen Bukaresti, vagy akár a Fekete-tengeri kikötőig teherautókat, kamionokat vasúton szállítsunk.
erre meg is van a lehetőség, meg is van a fluxus, tehát ki lehet számítani, hogy hány kamion jön be például a Ukrajna területéről. Össze lehetne gyűjteni valahol a halmi vasútállomás átrakodó pályáin, de nincs megfelelő vasúti infrastruktúra, tehát olyan gyengék a vasútvonalaink, hogy a személyvonatok is csökkentett sebességgel csökkentett közlekednek. Tehát a balesetek elkerülésére véget, inkább sebességkorlátozást vezetnek be. És aztán nem tudom, hogy lenne olyan cég, aki azt mondaná, hogy kamionnal keresztül megyek. Tehát az ország északi pontjáról a tengerpartig, a kikötőig lemegyek 16-17 óra alatt, vagy pedig menjek le 24 óra alatt, nem mindegy. És ugyanakkor hát tudjuk, hogy az autópályáink azok milyen állapotban vannak. Egy nagyon érdekes dolgot el lehet mondani, és ezt nem tudjuk a bukaresti mentalitást megváltoztatni. Egyszerű dolog, tehát aki mondjuk a nyugati határon, Borsnál jelentkezik, ott van N gépkocsi áll sorban, a következő városnál ugye már N-2 meg 2 azok megáll, aztán tovább N-4, tehát gyakorlatilag a fluxus, a gépkocsiknak a száma a határtól befele az országbele csökken, aztán majd megint, ahogy közelednek a nagy iparközpontok felé, tehát Brassó, Szeben, Bukarest, megint nőnek. Tehát ezt kellett volna figyelembe venni, hogy az autópályát nem elvinni olyan irányokba, ahol elvitték, hanem megnézni azt, hogy Bukarest még mindig az egyedüli Európai Uniós főváros, amelyet nem köt össze autópálya semmilyen más fővárossal. Nem tudok beülni Bukarestbe a gépkocsiba, hogy egy autópályán menjek el akár a legközelebbi EU-s fővárosba. Ugyanakkor a Máté-Szalkai állampolgárok fölülnek az autó, beülnek az autójukba, és akár az Atlanti-óceán partjáig mennek autópályán. Tehát ez egy mentalitásváltásra lenne szükség, és arra lenne szükség, hogy akkor, amikor valamelyik kormány rábízva magát a szakemberekre, azt mondja, hogy ezt a nyomvonalat kell képíteni, akkor nem minden alkalom, amikor jön egy új miniszter, vagy jön egy új államtitkár, akkor kezdjen el újra rajzolni, hiszen karióka van, papír van, rajzolni könnyű, csak éppenséggel az utat nem találjuk meg aztán a valóságban. És a valóságos út az tulajdonképpen a gazdaság fejlesztése lenne, és a gazdaság másképp nem fejlődik csak, hogyha az infrastruktúra rendben ki van. Építve. Ez így van. Éppen ennek következtében, ha így haladunk tovább, akkor az ország észak-nyugati része nem igen folyik bele az ország szívdobogásában, vérkeringésébe. Így van, tehát a beruházók, a tőke az elkerüli azokat a vidékeket, amelyeket nehéz megközelíteni. Ez nem csak az ország észak-nyugati részén van, itt hangsúlyosabban jelen van ez a probléma, de ugyanott van például a Renault bejelentette, hogy nem lesz autópálya Pitest és Nyugat-Európa, mert ő azt mondja, hogy Pitest és Szeben, de gyakorlatilag Szebentől ő elképzel, hogy onnan már a negyes... Onnan már lesz, már lesz autópálya, de hát Pitest és Szeben nem építettek meg, elviszem a nyárat. Tehát nagyon egyszerűen gondolkoznak a befektetők, ha van lehetőség, hogy oda-vissza tudjak szállítani árut, a készárut, vagy félterméket, félkészterméket oda szállítani, akkor maradok, ha nem, akkor megyek. Tehát úgy néz ki, hogy szorítják a román kormány, mindegy, hogy milyen színű, szorítják ezek az objektív tényezők, hiszen, ahogy tetszett mondani, utak nélkül nem lehet gazdaságot fejleszteni. Van egy kimutatás esetleg arra, hogy ki mennyit dob be ebbe a nagy közös kosárba? Hol áll Szatmár megye azok között, akik... Igen, ez egy óriási probléma, és egy nagyon... Én szerintem hibás megközelítése a dolgoknak, mert tulajdonképpen a költségvetésnek a filozófiája az, hogy vegyük el onnan, ahonnan többletet termelnek, és adjuk oda, akik önhibájukon kívül gyengében termelnek. Hiszen azok a tényezők, amelyek megtermelik az adót, azok nem homogén módon vannak elosztva. Hogy egy dolgot mondjak, itt van az oszlopadó. Ugye ez egy úgy néz ki, hogy nagyon nyereséges adó, hiszen megengedte magának a kormány, hogy leengedje 1,5%-ról 1%-ra. Ennek ellenére a bevételek azok szépen jönnek,
Csak mi történik akkor, hogyha egy olyan helyen, egy olyan megyében vagyunk, ahol nincsenek oszlopok, nincsenek ilyen különleges építkezések, nincsen olajfitomitónk, nincsenek különböző ipari platformák, mert így alakult ki a történelem folyamán. Tehát, hogyha mindig azt nézzük, hogy ahol megtermék az adott, az ott maradjon helyben, akkor bizony EU-s pénzeket se tudnunk lehívni. Mert azokat az EU-s pénzeket, amelyeket mi elköltünk, és örülünk neki, hiszen az összes a pályázaton nagy része, nagyon kicsi önrésszel valósítható meg. Hát például a határon átnyúló pályázatoknak az esetében 2%-os az önrész. Azt mondom, hogy letezek 2 eurót az asztalra, és jön az Európai Unió, és letesz 98-at mellé, csak haladjál, csak csináld. Lásd, Károly, Nagy Károly, és itt gratulálok a Károlyoknak és a polgármesternek és a csapatának, hogy ezeket a pályázatokat le tudja vezényelni, de azt a 98 eurót valahol megtermelik. Na most, hogyha ők is azt mondják, hogy na már, pedig ha én megtermeltem, akkor hagyjátok itt nálam, akkor ebből... Akkor mi rosszul járnak. Tehát azok az adó nemek maradhatnak helyben. Ez egy külön adófilozófia, és most megígérte az új miniszter, hogy mit tudom én, az első fél évben közvitára fogja bocsátani az új adókódexet, de ezt már ígérik úgy kb. 2006 óta mindegyik miniszter megígéri, mert 2006-ban született meg ez az adótörvénykönyv. Nem mindig sikerül, hát reménykedjük, hogy ez fog sikerülni. Tehát az adóknak két fajtája van, egy amelyik, ahogy mondottam, homogén, egyformán van oszlódik el a területeken. Ezt nyugodtan lehet helyben hagyni, mert ott termelődik meg, és ott is használják fel, de vannak, amelyek koncentrálódnak. Hát például a nagy üzemek területén. Na most, hogyha ők azt mondják, hogy például, ha abból az adóból, amit megtermel egy ipari park, hogy csak az a település élvezni ennek az adónak a jövedelmét, akkor a többiek azok nem kapnának semmit. És akkor most visszatérek, és ha megengedik, akkor én beszélnék arról, hogy egy újfajta képletet vezetnek be az önkormányzatok költségvetésének a kiegészítésére. Ugyanis ez egy örökös vitát váltott ki. 2006 óta van érvényben egy képlet, amelyik figyelembe veszi az önkormányzatnak a területét, a lakosság számát, a fejlettségét, és így osszák vissza, de ugyanakkor ezzel a képlettel nem biztosították azt, hogy az önkormányzatnak a költségvetését két fejezetre osszák. Az egyik a megélhetés, illetve a működési költségvetés, a másik pedig a fejlesztési költségvetés. Tehát vannak önkormányzataink, akiknek majdnem zéróval egyenlő a saját bevétele. Nem akarok néven nevezni olyan községeket, de bizonyára akik néznek bennünket tudják, hogy nagyon sok helyen nincs fizetéses alkalmazott. Tehát a polgármesteren és azon a 2-3 alkalmazottan kívül, a rendőrön és az esetleg 1-2 tanítónéni, tanítóbácsin kívül más fizetéses alkalmazott nincs. Holott a fizetési után fizetett adóknak 43% a helyben kell maradjon. Na most, hogyha nincsenek fizetéses alkalmazottak, akkor nincs minek a 43%-a maradjon. Na most éppen ezért döntött, hogy a kormány is tett egy olyan javaslatot, amit a parlament elfogadott, hogy ezen túl megszab egy minimális határértéket, amit mindegyik önkormányzat meg kell kapjon, és itt hangsúlyozom, csak a működésre költheti ezeket a pénzeket el. Tehát nem arról van szó, hogy akkor ő más beruházást, nem pályázatot nem indíthat el. Ezeknek a minimális értéke 1,5 millió a községek esetében, 6 millió a városok, 20 millió a municipiumok, 60 millió a megyek központoknak a részére, és 80 millió a megyéknek a megyeik saját használatra felhasználó költségvetésre. Lejben beszél. Ez az a bizonyos terület alapú is? Nem, ezt mindenki megkapja, függetlenül attól, hogy mekkora területe és mekkora lakossága. Ebből kell megéljen. Nos, ezen felül is kapnak abban az esetben, hogyha jut, és ezeket már figyelembe veszik a lakosság számát, a területét, az utaknak a hosszát, az iskoláknak a számát és egyéb tényezőket. Ha már szó esett a
az uniós pénzekről egy pici kitérőt tennék. Szatmár megye hol áll az uniós pénzek felhasználásában? Én azt gondolom, hogy Szatmár megye nem áll rosszul. Tehát most elsősorban főként a vidékfejlesztési támogatások terén különösen jól sikerült igénybe venni a támogatásokat. Lehet, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy a vidékfejlesztési támogatások ügynöksége, regionális ügynökség itt van Szatmár megyébe, Szatmár-Németibe. Ez jól volt igénybe véve a gazdák által, illetve a mindenki által, aki vidékfejlesztéssel foglalkozik. Az önkormányzatok is a regionális operatív programból azt gondolom az elmúlt programozási időszakban egész jól sikerült felhasználnak, viszont nem látom azt, hogy az előkészületek túl jól haladnának, hiszen már most szinte kulcsra kész projektekkel lennének legyenek ahhoz, hogy az idei évben, valamikor az év második felében, amikor a kiírások megtörténnek, ezeket be tudják nyújtani. Hiszen ugyanúgy, mint a 2007-13-as költségvetési periódusban, EU-s költségvetési periódusban, azok a pályázatok fognak előnyben részesülni, amelyeket minél hamarabb le fognak tenni, és ezek természetesen teljes és nem formahibás dokumentációk. Ezen a téren én úgy látom, hogy gondok lesznek, és azt is egy konklúzióként megmerem kockáztatni, hogy nagyon gyenge Szatmár megyei tanács vezetőségének és a polgármesteri hivatal vezetőségének is az érdekérvényesítő képessége. Egy konkrét példát mondanék, ha már itt az infrastruktúra fejlesztés szóba került, hogy bármennyire is megyei tanács elnökünknek az egyik szívügye a reptér, Szatmári reptér. Két reptér volt az egész országban, melyek le lett fokozva helyi érdekű repülőtérre, a Szatmárnémet és a Tulcsai repülőterek. Tehát még a regionális státust se kapta meg, nemhogy a nemzetközi státust. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezőkben a közlekedési minisztérium nem fog pénzeket elkülöníteni a Szatmár reptér fejlesztésére. És sajnos ugyanez elmondható, ahogy mondta képviselő, megyei utak esetében is, és Körgyűrűről ugye már beszéltünk. Mi volt ennek a lefokozásnak a fő oka? Hát ez nyilvánvalóan sok mindenre visszavezethető, az utasszámtól elkezdve, tehát a minisztérium ezeket a reptereket górcső alá veszi, és megnézi azt, hogy mennyire versenyképesek. Ha igazán őszintén akarunk lenni, akkor azt is be kell ugyanakkor lássuk, hogy Európában nem egy divat az, hogy 100 kilométeres körzetben négy repülőtér is legyen, mint nálunk, vagy 200 kilométeres körzetben Nagybánya, Kolozsvár, Szatmár, Nagyvárad. Tehát ez az EU-ban nem működik. Tehát nyilvánvalóan vannak vesztesek is, csak egy kicsit gáz az, hogy én mondjam, hogy mindig mi vagyunk a vesztesek, mindig Szatmár megye az, amelyik a rövidebbet húzza, és ahogy a képernyőn is feltűnik, hogy mire elég a 2015-ös költségvetés, egy kicsit közelebb víve a tévénézőkhöz, hiszen őket az érdekli, hogy mondjuk Szatmár városban, Szatmár megyében mit fognak látni. Hát látványos megvalósítások nem lesznek 2015-ben sajnos, hiszen arra elég ez a költségvetés, hogy takaréklángon működjenek, ahogy képviselő úr is felvázolta, az önkormányzatok, illetve a nagyváros esetében, a megyeszékhely esetében, ugye, amelyik hát az elmúlt 25 évben szinte mindig csak a saját bevételeiből élt, nagyon ritkán kapott olyan céltámogatást, ami egy bizonyos, vagy EU-s támogatást, amiből a Fábricsi, a Szentvér utcai felüljárót meg tudtuk csinálni például. Ezek ritka esetek. Nagyrészt arra elég ez a pénz, hogy a közszolgáltatásokat, mint vízszolgáltatás, tömegközlekedés, temető, takarítás, közbiztonság, úgy, ahogy takaréklángon lehessen működtetni. Úgyhogy azt gondolom, hogy látványos eredményekre ne számítson senki 2015-ben. Lesznek olyan dolgok, illetve vannak olyan dolgok, ami miatt odaálltunk az országos költségvetés mellé, a minimálbér növekedés, stb. Nyugdíjpont növekedés, ami miatt azt mondtuk, hogy alapjába véve egy, és a realitásokat figyelembe véve országos szinten, ahogy mondta a képviselő kollégám is, a tavalyi évhez igazodó költségvetés számunkra, Szatmár megyeiek, Szatmár németiek számára az a fájó, hogy ebből nagyon keveset sikerült kiszakítani magunknak, Szatmár megyének, Szatmár németinek, és ebben, amint mondtam,
Sajnos az egyik fő ok, ami közrejátszik, hogy nagyon gyenge az érvényesítő képességük azoknak, akik akár a fő kormánypártot képviselik a helyi önkormányzatokban is, vagy a parlamentben. Minden évben van költségvetési kiigazítás. Várhatunk-e valami jót még az idén? Hát csak jót várjunk. Én azt mondom, Persze, aztán... így január elején ugye mondjuk azt, hogy csak jót várunk. Volt egy érdekes vita, mikor a pénzügyminiszter bemutatta a költségvetést, és azt mondta, hogy szeretné meghonosítani, hogy Romániában bevezessék a 2 éves költségvetést. Még egyelőre ez az alkotmányt kell módosítani, de előre lehet vetíteni a következő évnek a sarokszámait. Akkor én azt kérdezem, hogy most ezt komolyan gondolja a pénzügyminiszter úr, hiszen hát alig várjuk, hogy teljen az első fél év, ugyanis van egy törvény, ami szintén EU-s direktíva alapján fogadtuk el, azt mondta, amely kimondja, hogy az első fél évben, tehát az első 6 hónapban nem lehet költségvetést módosítani. Hiszen alig várjuk, hogy legyen július 1-e, hogy tudjunk hozzányúlni a költségvetésünkhez. Azt mondta, hogy persze, igen, ez így van, de ez azért van így, mert nem mindegyik minisztérium, illetve nem mindegyik miniszter teljesít úgy, ahogy elvárja tőle a kormány, és akkor azoknál a minisztériumoknál, ahol nem költik el a pénzt az első fél évben, azoktól elveszik, és odaadják azoknak, ahol jól működnek a dolgok. Ugyanis a közpénznek az a lényege, hogy azt nem szabad tartalékolni, azt nem szabad félretenni, nem szabad kamatra kiadni, hanem azt el kell költeni. Az a jó miniszter, aki el tudja költeni a közpénzt, és persze jól költi el, és nem kidobja az ablakon. Ennek ellenére, és itt a meghökkentő dolog, ennek ellenére törvényesen, hiszen megengedi a közpénzügyekről szóló törvény azt, hogy bizonyos pénzösszegeket a kormány záruljon. Ez megtörtént majdnem minden minisztérium esetében, tehát ő megkapja a ráeső részt, de azt mondják, hogy ezt a pénzösszeget zárolják március 31-ig, amelynek a feloldását akkor fogják majd elrendelni egy kormányhatározattal, amikor a kormány ezt jónak látja, hogyha életképes projekteket tudnak letenni az asztalra. No, ez megint egy olyan dolog, ami egy kicsit csúrolja az alkotmányosságot, hiszen egy törvényt egy kormányhatározattal fognak majd módosítani. Arra hivatkozva, hogy a törvény azt mondja, hogy ezt majd egy kormányhatározattal fog módosítani, de hát egy ilyen állandóan átalakuló, állandóan reformálódó világban élünk, és én szeretném azt hinni, hogy ez jó irányba fog elmozdulni. Ennek reményében még csak annyit, hogy vannak a bizonyos csődölt önkormányzatok. Szatmár megyében volt-e hasonló eset? Mit tudnak segíteni ezen? Tehát Szatmár megyében nem volt olyan önkormányzat, amelyik bejelentette volna a csőd, vagy csőd szélire jutott. Olyan önkormányzataink vannak, sajnos elég szép számmal, akik nagyon vissza kellett fogják a fejlesztésekről ne beszéljünk, hanem nagyon vissza kellett fogják a működésekhez szükséges pénzösszegeket. Tudjuk mindjárt, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol a közvilágítás gyakorlatilag nincs, vagy ha van, akkor este 12 órakor kikapcsolják, reggel 4-5 órakor fölgyújtják, tehát ezzel is spórolnak, probléma van az iskoláknak a karbantartásával, épületekkel. Nos, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez meg fog oldódni, hiszen, mint amint már mondottam, ezek az önkormányzatok kapnak egy minimális pénzösszeget, amelyik természetesen jóval nagyobb, mint ami most van neki. Elér az 1,5 milliót a községek esetében. Aki hallgat bennünket, és aki tudja, hogy melyek azok a községek, akik nem érik el, nem jön, hogy elhiggyünk, de vannak ilyenek, hogy saját bevételük, tehát ennek az összegnek a feléből kellene gazdálkodjanak eddig, na most ezek elérik ezt az összeget, ezt megkapják. Amit ezen felül kapnak, az már csak a ráadás lesz. Reméljük, hogy a gazdaság odafigyel arra, amit a parlamentben megszavaztunk, hogy neki már pedig kell fejlődnie, mégpedig a gazdaság fejlődése 2,2%-os kell, hogy legyen, vagy ettől több. Kereskény úrnak szívügye az oktatás. Valamennyiszer oktatási problémák vannak, mindig felszólal.
az oktatásban fedezi a költségvetés a minimális szükségleteket? Hát abból induljunk ki, hogy a jelenleg is hatályban levő 2011. évi egyes törvényben ki van mondva az, hogy a bruttó hazai termék 6%-a, tehát a GDP 6%-a kellene legyen tanügyre, oktatásra fordítva, kellene fordítani az országos költségvetésből. Hát ez távolról sincs így, hiszen még a 4%-ot sem éri el jelen pillanatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy elégséges ez az összeg. Én azt gondolom, hogy a tanintézményeknek ez csupán a túlélésre elegendő, és hát bízok benne, hiszen új tanügyminiszterünk van decembertől. Bízok abban, hogy maga az egész oktatási rendszer működése el fogja érni azt a normalitást, amit sokszor és sokat beszéltünk kollégákkal, hogy ne az történjen, hogy amikor jön egy új miniszter, akkor szabályok változnak, akár érettségiző gyermekek nem tudják, hogy milyen körülmények között fognak érettségizni. Rengeteg olyan dolog van, és ezek nem elsősorban pénzkérdést jelentenek, hanem mentalitás, hozzáállás kérdését, amit én nagyon bízok benne, hogy az új miniszterrel lesz egy olyan párbeszéd, aminek nyomán lesz egy stabilitás az oktatásban, mert az oktatásban a stabilitás sokkal többet számít, mint az, hogy mennyi pénz van. Szatmár megyében és Szatmár Németi városban, még abban az időben, amikor a városvezetésben tevékenykedtem, nyugodtan mondhatjuk, hogy 90%-ban az oktatási intézmények Szatmár városban, hát infrastruktúrálisan, tehát épület és hozzátartozó részeik olyan állapotban vannak, amik az európai standardot elérik. Az kéne, hogy maga az oktatás minősége, illetve a rendszerben legyen tapasztalható és stabilitás, és akkor azt mondhatjuk, hogy sikerült egy pici lépést előrelépni. Ahogy Erdei úr is mondta, új év, új kezdet, reméljük a legjobbakat, reméljük, hogy nagyjából elég lesz a költségvetés, és az év során még javul. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük kedves nézőink figyelmét, a viszontlátásra.